Este 7 órától gyülekezhettek az érdeklődők a fesztiválra. Rengetegen hozták magukkal pokrócaikat az Egregyi Múzeum kertjébe, hogy így hallgassák meg az előadásokat. A Hévízi Vállalkozók Egyesületének rendezvénye nagyon sikeres volt. Az ötlet tavaly egy baráti társaság hullócsillag nézése közben merült fel. Ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy ezt egyébként úgy külön-külön mindenki műveli otthon nyáron. Különösen augusztusban. És azt mondtuk, hogy akkor ezt most csináljuk együtt, egy kis csapatösszetartás jelleggel is, és ahogy ott feküdtünk, ugye mi állandóan ötletelünk, úgy jött az ötlet, hogy ezt meg kell, hogy osszuk nagyon sok emberrel. Haza mindenki pokrócolt, feküdjön le pokrócra, együnk, ígyunk jókat, hallgassunk jó előadásokat, és teremtsünk egy közösséget. A fűben heverészés mellett a Vega Csillagászati Egyesület távcsöveibe is beleleshettek a kíváncsiskodók. Az Egyesület többször jár hasonló fesztiválokra, ilyen nagyszámú közönséggel azonban ritkán találkoznak. Azt látom, hogy egyre népszerűbb, egyre többen érdeklődnek iránta. A távcsöves bemutatókat, amit tartunk, azokon keresztül azt tudom leszűrni, hogy egyre többen jönnek el, sok kisgyereket hoznak, és ez nagyon jó. Mosolyogva tudom mondani, hogy soha nem akartam pilóta sem lenni. Az est egyik fénypontjaként Farkas Bertalan élménybeszámolóját hallgathatta meg a közönség. Az űrhajóstól a jelenlévők is kérdezhettek. Televíziónk érdeklődésére elmondta, a következő generáció oktatása kifejezetten fontos neki. Kérdezhetnek, beszélgethetünk, ennél csodálatosabb dolog nincs az ifjúság számára. Tudnilik, én úgy gondolom, hogy a jövőnk az ifjúság kezében van. Értük, mindent meg kell tennünk, oktatni, tanítani a jó értelemben őket, és mutatni azt az irányt, azt az utat, amiben ők is majd valamikor felnőtt korban megtalálják a lehetőséget. A fesztiválon a Csillaglány meséjét is meghallgathatta a közönség, és közös meditáláson is részt vehettek mosolygó Lián mesemondó jóvoltából.